Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, talán egyetértenek velem abban, hogy egy város, egy fejlődő város a 21. században, a 21. század kihívásai között nem mondhat le az alapvetésekről, amelyek meghatározzák az életét. Gondolok itt elsősorban arra, és ebben azt hiszem, hogy egyetérthetünk, hogy a talpontja, a pillére mindenképpen a gazdaság, a kultúra és a sport. Nos, Székesfehérvár élen jár mindháromban, itt hazánkban középen, ha úgy tetszik, és ezért is fontos, hogy minél több szó essék a sportról, és itt gondolok arra, hogy általában sportolókról beszélünk, viszont nagyon fontos számunkra, hogy hiteles emberek tudósítsanak a különböző sporteseményekről, és ezért ragadom meg az alkalmat én magam is, hogyha lehetőségem nyílik rá, akkor olyan embereket szólítsak meg, akik a sportról nagyon sokat tudnak, a sportot szeretik, hivatásukká vált az elmúlt időszakban, ezért aztán mai vendégem Németh Krisztián. Szervusz, üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy velünk. Aki egyik oldalról a Fehérvár Média Centrum sporttal foglalkozó újságírója, másik oldalról a megyei napilap újságírójaként szintén ott van a kellős közepén mindebben. Ugye a kettős minőségedben foglak majd faggatni, de ehhez azért tudnunk kell az indítatásról, az alapvetésekről, hiszen nem mindenki sportkedvelő, valljuk meg. De én azt hiszem, hogy a fiúk zöme azért, ha nem is úgy születik meg, hogy már is a sport iránt érdeklődik, de azért a sport az alapvetés egy gyermek életében. Nálam ez mindenképpen így volt, most pont azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez van mikor és mivel kezdődött nálam. De hiába kutatok az emlékeim között, nem tudom meghatározni azt a pillanatot, amikor igazán sportszeretővé váltam, azonban biztos, hogy én szerintem sok kortársammal egyetemben gombfocizással kezdtem el ezt az egész dolgot, nyilván a futball vonzott, bár sohasem műveltem, csak amatőr szinten, azt is leginkább már felnőtt koromban. De ott trafiknál mindig voltak gombfoci csapatok a polcon, és ez egy idő után megragadta a figyelmemet, és anyukámmal vagy apukámmal vetettem két csapatot, amivel aztán elkezdtem gombfocizni, és talán nem is elsősorban a nyilván a sport is érdekel, de én nagyon ügyesen vagy kevésbé, nem lényeg, de közvetíteni kezdtem a saját mérkőzéseimet arról. Összeállításokat írtam, aztán osztályozni kezdtem a játékosokat, saját bajnokságot csináltam, és például a 1994-es a foci VB mérkőzéseit már többnyire néztem. Tehát igazából talán ott kezdődött nálam a sport, és elsősorban akkor még a labdarúgás iránti érdeklődés, és aztán ez egyébként elég sokáig működött a gombfoci, aztán apukámmal is sokat játszottam, szóval ez így indult nálam. Tehát a futball volt az alapvetés. A futball elsősorban. Hogy jött a többi sporták, hiszen óhatatlanul is egy felnövekvő fiatal be kell, hogy ismerkedjék, ha sportszerető értelemszerűen a többi sportággal is. Én elsősorban televízióban, rádióban figyeltem a híreket, de hogy őszinte legyek, én nem erre a pályára készültem. Ez nekem így hobbi volt, habár voltak olyan gondolataim, hogy lehet, hogy talán érdemesebb lenne ezzel komolyabban foglalkozni, annál is inkább, mert arra a pályára, amire én szántam magam, teljesen alkalmatlan voltam. Ezt bizonyították az általános iskolai, meg középiskolás osztályzataim is, tehát aki fizikából kettes, az nem biztos, hogy jó, ha műegyetemre pályázik gépészmérnöki karra, vagy a közlekedésmérnöki karra. Én mégis megtettem, és ezt éveken keresztül erőltettem. Míg nem aztán 2000-es évek környékén indult Érden, az én szülővárosomban egy kereskedelmi rádió, és elmentem el meghallgatásra, és hogy nem, amikor azt mondták, hogy akkor beszélj valamiről két percig, akkor én a sportról kezdtem el beszélni. Egészen pontosan Mihály Schumacher sportolói nagyságáról.
És akkor azt mondták, hogy jó, hát akkor te leszel a sportszerkesztő. És ahogy ezt a munkát én nagy örömmel elvállaltam, akkor így jött aztán a többi sportág, és így ismertem. Volt-e mestered, Krisztián? Vagy akire szerettél volna hasonlítani, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy aki sporttal foglalkozik és televíziót néz, újságot olvas, nemzeti sportot gondolok itt elsősorban, az tanul stílust, szeretne olyan lenni, úgy közvetíteni, szófordulatokat tanul, és általában ritmus tanul, és a sportág iránti alázatot pedig mindenképpen. Nekem különösebben effektíve mesterem nem volt, és nincsen. Én, ami azt illeti, egyáltalán nem... Én alapvetően egy maximalista ember vagyok, tehát én mindig elégedetlen vagyok magammal, tehát én nem tartom magam olyan kiemelkedően nagy szakmai nagyságnak, de igyekszem ellesni azért mindenkitől mindent, amit lehet. Igyekszem figyelni, elcsípni, akár legyen szó stílusról, akár bármi másról, igyekszem magam építeni, de kifejezetten mesterem az nincsen. Hogy tágult a látóköröd? Hiszen nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy csapatsportág, egyéni sportág, tehát nyilvánvaló érdem volt, mivel azért foglalkozni, bár elsősorban ugye a női kézilabda csapat volt hát fókuszban, akkor még, vagy akkor még nem akkor volt? Akkor még érdem. A birkózás volt az, ami nagyon futott ez a mai napig, de ezen kívül érnek az nem sport szempontjából nem egy túl fényes korszaka volt. De hogy hol tágult ki teljesen a látóköröm, arra teljesen egyértelmű válaszom van, az Székesfehérvár. Voltak-e kedvenc sportolóid, mármint a kezdetektől, akinek ugye említetted itt már az imént, hogy azért voltak olyan sportágok és olyan sportolók, akikre kiemelten figyeltél, de nyilvánvaló, hogyha valaki hivatásszerűen szeretne ezzel foglalkozni, akkor bele kell ásni a magát számtalan sportág életébe, és nyilvánvaló, hogy akkor vannak olyan sportolók, akik meghatározó szerepet játszanak, és az iránt még inkább érdeklődik. Hát egyértelműen a futballból tudom mondani az első példákat, ugye 90-es évek közepén elkezdtem nézni a magyar NB1-et, a jellemzően elsősorban egyébként a tévében, tehát ott lettek kedvenceim, akikkel aztán a gomfoci asztalon is szerintem néha ügyesebben játszottam, mert hogy ők voltak számomra a kiemelkedőek. Például a 90-es évekből, bár nem vagyok Fradi szurkoló, de az a Ferencváros, amelyik a Bajnokok Ligájába bejutott, az nekem nagyon nagy kedvencem volt, és abból a csapatból is elsősorban az éppen a Fehérvárból, a Pármálátból igazolt Zorán Kuntics, nekem ő egy óriási bálvány volt. De a kiemelkedő olimpikonok, olimpiai bajnokok azért nyilván már akkor is azért Egerszegi Krisztina, és még sorolhatnám, ráadásul ugye az egerszegi család nem messze lakik az én szülői házamtól, ott Érden, Érdligetem. Hosszasan tudnám sorolni nyilván a fantasztikus olimpiai bajnok sportolókat, de nyilván tudtam, mi az, hogy nem tudom, evezés, tudtam, mi az, hogy torna meg kajakkenu, de úgy különösebben ebbe azért sem volt lehetőségem belásni magamba, mert a rádiós korszakom, ahol én sportszerkesztő voltam, az néhány éven belül véget ért, és én elkerültem Szászhalombattára egy helyi televízióba, ahol én több mint 10 évig dolgoztam, de ott nem sportosként, hanem közéleti vonalon. Világos. És akkor már eldőlt a sorsod ebben az értelemben, hogy a televízió is a tiéd bizonyos értelemben.
mondom Hát igen, akkor egyértelműen a televízió. És hogy tudtad a kettőt összeegyeztetni, hiszen a sport és a közélet, tetszik, nem tetszik, hogy van sport, meg van közélet. Igen, sokáig ez össze tudtam egyeztetni, mert hogy nem hiányzott. Egyrészt élveztem azt, hogy nagyon sok lehetőséget kaptam, mindenféle műsor készítése, meg műsor vezetésére, de aztán egyébként elkezdett hiányozni, és ez aztán egyre nagyobb ellentmondásba került a valósággal. Egy picit kezdtem szenvedni, és úgy éreztem, hogy ezért én szeretem ezt annyira, hogy ebbe azért meg kell magam próbálnom. És amikor aztán eljött az a fordulópont, hogy már nagyon hiányzott, akkor már minden szinten ezzel kezdtem foglalkozni. Tehát olvastam, néztem, csináltam a sportot, és ez aztán átcsapott abba, hogy a hobbim, a sport már meghatározóbbá vált, mint a munkám, és ekkor küldtem el ide Fehérvárra az emléletet. Százhalombatta egyébként egy furcsa város abban az értelemben, egy tipikus iparváros, ahogy tetszik, rengeteg fejlődési lehetőséggel, hiszen nagyon sok fiatallal, élénk sportélettel, azért tegyük hozzá, bár mi nagyon keveset beszélünk róla, de azért számtalan olyan sportág van, ami ott meghonosodott, és nem csak a futballról beszélek, mert még a futball talán az, amely aztán nem nőtte ki magát, ha úgy tetszik, bár voltak erre kísérletek, de nagyon sokat lehetett ott tanulni. Abszolút. Az a sportos kolléga, aki ott a mai napig sportos, ő nekem majdnem, hogy szomszédom egy pilisi faluban, szóval valahogy mindig vannak ilyen találkozási pontok az életben. Ezt a sportot ő a mai napig csinálja, nekem erre nem volt lehetőségem, hiszen ő készítette, de mondom, egyre jobban éreztem azt, hogy nekem sporttal kell foglalkoznom. Hozzáteszem, egyébként Százhalombattán a népi kultúra, néptánc is nagyon meghatározó elem. Ugye a többi között a Forrás Néptánc Együttes és a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény révén. Nagyon sokat dolgoztam együtt a néptáncosokkal, akár konferenciéként, akár külföldi turnén forgattam velük. Tehát én nagyon sokat kaptam Százhalombattáról, és bizonyos értelemben a mai napig sem szakadtam el attól a várostól, de mondom, egyre jobban éreztem, hogy nekem azért ha tényleg ennyire erősen visszatért az én lelkembe a sport, akkor ezt meg kell próbálnom. Nem csak erőt meríteni belőle, hogy másnap jobban teljesítsek a, nem tudom, közéleti magazinban, hanem azzal foglalkozni, és ott világos. Tehát a váltás kényszer az megéred benned, és azért nagyon jó, nekünk is jó volt egyébként, amikor feltűntél, hiszen elindult egy olyan úton a Fehérvár Média Centrum, hogy ugye akkor még volt önálló sportszerkesztőség, és azért nagyon is jól tudjuk, hogy ahogy kezdtem ezt az egész beszélgetést, hogy Fehérváron alapvetés. Méltósága van, felelőssége van ezzel foglalkozni, pedig nem különben. Ez motivált, amikor jelentkeztél? Hát én igyekeztem mindenben motivált meríteni, amikor ide kerültem, mert én azért nem voltam azért túl nyugodt, amikor ide kerültem, hiszen teljesen új közeg, ami nyilván teljesen barátságos volt akkor is, meg most is, de hát én ilyennel nem foglalkoztam. És itt azért Somos Zoli, Kajzer Tomi szemében a sportszerkesztőségben is nyilván nagyon tapasztalt emberek voltak, és akkor nekem itt meg kell felelni. Szóval ez bennem azért sok belső vívódást okozott, remélem, hogy sikerült megfelelnem, de ilyenek voltak a kezdetek, és nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel töltött el, és tölt el minden a mai napig, hogy a sport valamennyi szegmensét és a sport élvonalában nyerhetek itt betekintést. Hát mert beszéltünk akár öttusáról, akár futballról, jégkorong, női kézilabda, férfi kosárlabda, nem sorolom, öttusa, ez mind a tiéd lett bizonyos értelemben, és a tiéd ma is. Mi fogadott
itt a sportszerkesztőségben. Aztán tovább megyünk, hiszen ma már ismét visszatértél az eredeti érdi állapothoz, illetve Százhalombattaihoz, hogy mindennel kell foglalkozni, de ez egy másik dolog. Nagyon jó közeg fogadott, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Én nagyon szeretlek benneteket, szeretem ezt a stábot, szeretek köztetek lenni. Született kedvenced, kedvenc sportág, lett-e kedvenc sportágad? Hát nekem változatlanul azért a labdarúgás. És azért azt, hogy én a Vidivel, amikor az Európa Ligába jutott, én utazhattam több külföldi mérkőzésre. Azt, hogy én a Vidi a klubhoz közel kerülhettem, és hogy nekik is tudok dolgozni, és olyan közegben lehetek, amire én gyerekkoromban vágytam, azt egyértelműen a Fehérvár Média Centrumnak és Székesfehérvárnak köszönhetem. Megerősítést jelent neked, hogy elismert vagy? Mert azért ne titkoljuk, nagyon is jól tudjuk, hogy nekem például mondják, még olyanok is, akik nem ismertek, hiszen közvetítesz mérkőzéseket, írsz, majd erről egy kicsit később beszélünk, hiszen ez is nagyon fontos szegmens a pályádnak, hogy így te ismernek. Hát örülök, ha így van. Én ezzel saját magamat tekintve, én csak azt tudom mondani, hogy én még olyat nem éreztem, hogy én jó voltam. Nem? Soha. Nem, soha. Én örök elégedetlen vagyok önmagammal szemben, ez szerintem nem látszik rajtam nyilván, mert ügyesen leplezem, de én még életemben nem voltam magammal elégedett. Még akkor se, ha a szemembe mondták nagyon sokan. Tehát én mindig azt érzem, hogy ez lehetett volna jobb, ez lehetett volna másként, ez nem volt annyira jó. Úgyhogy én ezeket így... Te vagy a sportriporter Krebrovja? Nem tudom. Valamelyest? Lehet, de én örök elégedetlen vagyok magammal. A Megyei Lap. Nagyon fontos szegmense mindenképpen az újságírásnak, ha valaki egy lapnál dolgozik. Hiszen tágul a látókör egyik oldalról, más megfogalmazásokkal él, hiszen korán sem mindegy. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy milyen különbség van csak a tévében is egy tudósítás és egy élő közvetítés között. És ha ezt leírni olyan embereknek, akik adott esetben ezt annyira veszik komolyan, amennyire olvassák, hiszen a Fejér megyei hírlap egy olvasott fórum, egy olyan grémium, amely a nemzeti sporton kívül az egyedüli mélységet kínálja a sportkedvelőknek. Én az írástól én nagyon féltem, mert hogy én nem szerettem, és én nem is tudtam különösebben írni. Mielőtt ez a fehérvári kaland nekem elindult, én a Komlósi Oktatási Stúdióban végeztem. Ugye ez az a műhely, ahonnan egyébként a Somors Zoli és Kaiser Tomi is annak idején kikerült, vagy elindult, vagy nem csak Somors Német Zoli, hanem Ákos is, és még sorolhatnánk sokan más. Hosszasan, és ugye nekem ott voltak ilyen óráim, meg műhelyim kötelező jelleggel, ahol az írást fortéjait lehetett elsajátítani. De nekem én alapvetően úgy voltam az írással, hogy nekem gyorsabban pörög az agyam meg a szám, mint ahogy a kezem ír. És ezzel én mindig szenvedtem, mert én nem tudtam, meg nem is szerettem írni. De éppen ezért ez egy jó kihívásnak tűnt, hogy az írással sokat és többet kell foglalkozni. Meg nyilván ott egy új sportszerkesztőséget lehetett megismerni, úgy, hogy innen sem szakadtam el. Igen, hát belekóstoltál egyébként már a Fehérvár heti lapnál is az írásba. Igen, ott is. Hát ott is azért megszenvedtem önmagammal két cikk írása közben. De hát érdekes dolog az újságírás, tehát az írás. Miként lehet frissen tartani a megtanultakat? Hiszen a sportban napról napra változik minden. Nyilván eredménykényszer van minden egyes sportágban, ezt tudjuk, és éppen úgy, ahogy az 59. percben még X volt az eredmény, a 60. már más születik. Tehát ezt figyelemmel is kell kísérni, és ráadásul mindig változik a trend.
Ezzel te hogy tudtál, mint a korral haladni? Hát az biztos, hogy úgy tudja magát meccsben tartani az ember, ha mindig meccset játszik, mindig élesben, mindig ír, mindig figyel. Hát az az igazság, hogy ugye manapság azért már a sportban, de elsősorban a futballban már minden információ mindenütt elérhető. Tehát meggyőződésem, és ezt is tapasztalom, hogy azért azok a fiatalok, akik szeretik a labdarúgást, azoknak olyan lexikális tudása van, azt is megmondják pontosan, hogy Messi hányszor passzolt bal lábbal és jobb külsővel egy mérkőzésen. És ebben az egész dologból azt szeretném kihozni, hogy itt az a kihívás, hogy ebből az információ áradatból kiválaszd azt, ami érdekes, és azt mutasd meg akár a nézőknek, akár az olvasóknak. És ez szerintem nagyon-nagyon nehéz, mert azért a magyar futballt, vagy mondjuk az élcsapatokat tekintve azért a Vidiről is nehéz olyat mondani, olyat írni, amit ne tudna mondjuk az a réteg, aki nagyon rajong a futballért. Tehát ebben az értelemben biztos, hogy nagyon komoly kihívás ma sportriporternek, vagy sportújságírónak, vagy kommentátornak, vagy bárminek lenni. A szakmai szempontból kerüled a bulvárt, hiszen tudjuk, hogy az is elterjedt mostanság a sportberkekben. Nyilván kikerülhetetlen, hiszen a bulvár valahol mindenkit érdekel. Úgy finoman vagyok hajlandó bulvárosan írni, de hát én nem szeretek azokról a dolgokról, azokban a dolgokban vájkálni, ami nem rám tartozik, vagy nem az olvasóra tartozik. Tehát van egy nagyon feszes határ, amit én igyekszek mindig betartani, hogyha a sportról van szó. Nyilván Kovács Saci babát vár, és a babaváró buli, hogy alakult, például erről írtam nem is olyan rég, ezt nyilván a Saci el is mondta nekem, tehát megírtam, de az a nagyon-nagyon bulvár dolgokat alapvetően nem szeretem, sőt kifejezetten riaszt egyébként a bulvárnak bizonyos szintje. Ezt nem kedvelem. Most már van múltad, van jelened, és van határozott jövőképed is? A jövőképemről annyit tudok mondani, hogy én nagyon jól érzem magam Székesfehérváron. Én mindig is jól éreztem magam. Én nem szeretnék váltani, ez egészen bizonyos. Én magam sem hittem volna, hogy amikor először lejöttem ide vonattal, és begyalogoltam ide a Bregyóig, hogy ennyire elkezdek majd ide kötődni. De hát ez megtörtént már évekkel ezelőtt. És én úgy érzem, hogy ha a jövőm Székesfehérvár, akkor ez teljesen jó. De, ami azért is optimális, mert a hivatásom, az itteni munkáim lehetővé teszik, hogy emellett foglalkozhassak más szempontból is a sporttal, más televíziós műsorokban, vagy sportszövetséggel együttműködve. Én úgy érzem, hogy a karrierem szempontjából teljesen kerek ez az egész. Nem bánnám, hogyha ez mindig így maradna, mert ez így teljesen. No, akkor maradjon így. Ez jószerűvel csak a sportolókon is rajtad múlik, illetve azokon az eredményeken, amiket ők elérnek, mert azért valljuk meg, sokkal jobb sikerről közvetíteni, mint szomorkodni egy veszteség-vereség után. Krisztián, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. És itt vagy velünk, bocsánat. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Németh Krisztián volt, kollégánk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!